Szép napot kívánok mindenkinek, jó napot kívánok mindazoknak, akik itt vannak a sátorban és élőben fogják nyomon követni a következő 60 percet. Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntjük természetesen azokat is, akik a Transitnak a Facebook oldalán, közösségi oldalán nézik most ezt a következő vitát, és azokat is természetesen majd, akik későbbiekben, teljes egészében vagy vágott formában, de ezt a beszélgetést most meg fogják majd nézni. Mindenki érezze jól magát, és bízom benne, hogy tényleg egy nagyon komoly, jó vitára lehet készülnünk a következő 60 percben. Én Kárász Róbert vagyok, az ATV Start című műsorának a műsorvezetője, és szerencsére második alkalommal lehetek itt a Transiton, és nagyon örülök annak, hogy a két következő vendégenek, a vitának a két főszereplője elfogadta a meghívásunkat, Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó napot kívánok! Illetve Gerencsér Ferenc, a Momentum frakció vezetője és elnöke. És a következő 60 percnek pedig ugye a felvezetője, vagy mondjuk a címe az, hogy ki a jobb és ki a bal, vita a közélet kérdéseiről. Tehát megpróbálunk olyan témákat feszegetni, amiről az elmúlt időszakban sokat beszéltünk, amiről az elmúlt időszakban sokat írtak. Megkerülhetetlen a dolog, szombat van. Egy héttel ezelőtt szombaton mindenki arra várt, hogy lesz-e tűzijáték, vagy nem lesz tűzijáték. Miniszter úr, hogy állunk ezzel a kérdéssel, ezzel a válasszal? A hírekben azt lehetett olvasni, hogy ma lesz tűzijáték. Én is ezt olvastam a hírekben. Köszönjük szépen, akkor lesz. Köszönjük. Örülünk mindannyian ennek, mert az idő viszont nagyon jó, és ha már egyébként ennyire hát bele is csaptunk mondjuk a közéletnek az egyik témájába, akkor azért azt beszéljük meg, vagy szeretném az urakat megkérdezni arról, hogy minden, ami a tűzijáték körül kialakult, és a közbeszéd tárgyát képezte az elmúlt napokban, azt helyesnek, helytelennek látják, milyen volt a tűzijáték következményeinek, az OMS két vezetőjének az elmozdítására vonatkozó lépések. Hogyan látta ön? Először is mindenkit köszöntök, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Üdítő a mai politikai életben, hogyha a két oldal vitázni kezd, vagy van erre fogadókészség. Még jobb lenne, hogy ezt a választások előtt is megtennénk, nem csak a választások után. A vitának az a címe, hogy ki a jobb és ki a baloldal, és az azért érdekes, mert itt ül két ember, aki egészen biztosan önmagát jobboldaliként definiálja, és szinte szent meggyőződés, hogy a vita partnere viszont baloldali. Úgyhogy ez már alapon megalapozza ezt az egészet. Én nem gondolom, hogy kardinális kérdés jelenleg az, hogy lesz-e ma tűzijáték vagy sem. Az OMS új elnöke érdekében remélem, hogy lesz, mert még a végén eltalálják őt is bocsájtani. De egy kicsit a vita alapkérdésére, mi a bal és mi a jobb, ha megengedi, akkor arra reflektálnék. Ma Magyarországon a rendőrök elképesztő keveset keresnek. És mi kimentünk tüntetni az utcára, és azt is kértük egyébként az utcán és a parlament falain belül is, hogy emeljék meg a rendvédelmi dolgozóknak a fizetését. Ezt lehet baloldali politikának mondani, hiszen fizetésemelést kértünk. De nem nemzeti kérdése az, hogy rend legyen az utcákon. Nem nemzeti kérdése az, hogy az emberek szubjektív biztonságérzete növekedjen. Nem nemzeti kérdése az, adott esetben jobboldali kérdése az, hogy a rendőreink meg legyenek tisztelve, és egy sokkal stabilabb mentális állapotban tudjanak elkezdeni dolgozni minden reggel. Baloldali kérdése az, hogy a pedagógusok nincsenek megfizetve. Vagy nemzeti kérdés, mert nem lesz, aki tanítsa a következő generációt. Hogyha már a jobb és bal a vita tárgya, akkor azt gondolom, hogy ezek sokkal-sokkal kardinálisabb kérdések annál, hogy lesz-e ma tűzijáték vagy sem. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam, mert pont olyan kérdéseket vagy olyan területeket említett, ami egyébként szerepel a következő 60 percben. Nem tudom, miniszter úr, akar erre reagálni, amit elnök úr? Röviden, ami a önazonosság meghatározást illeti, én azt alapvetően természetesen meghagyom a Momentumnak is, ha mégis az a feladat, hogy egymást ilyen szempontból értékeljük, akkor én nem gondolom azt valóban, hogy
jobboldali lenne a Momentum, éppen ezért tudathasadásos állapot lenne, hogyha annak elnöke éppen jobboldalinak érezné magát. De azt sem gondolom, hogy baloldali lenne. Én szerintem a magyar ellenzék egészében, a Momentum is egy identitás válsággal küzd. Önmagukat semmilyen értelemben nem tudják meghatározni, és számtalan döntéshez való hozzáállásuk, nemzeti érdekképviselet meghatározásának a nehézségei, azok ebből származnak. És természetesen az nem bal vagy jobboldali kérdés, hanem azzal mindenki egyetért, hogy az a jó, hogyha a fizetések emelkednek. Még nem, demagógiával sem vádolnék meg senkit azért, mert ilyen követeléssel áll elő, hiszen ez szerintem közös célkitűzés. Az baj, és az ellenzéknek, ha szabad a kormány oldalról az ellenzéket kritizálni, az egyik nagy hibája, hogy valóságtagadásra hajlik. Tehát ami a béreket illeti, azért ne felejtsük el azt, hogy ma a minimálbér az több, mint Gyurcsány Ferenc időszakában, tehát az utolsó baloldali kormányzás időszakában az átlagbér volt. Ne felejtsük el azt, hogy eljutottunk oda, hogy a bruttó átlagbér az 500 000 forint fölött van, de még a medián is, amit oly sokan kérnek számon, az is 400 000 forintot meghaladja, ami természetesen még mindig nem elég, még mindig sokkal többet kellene keresni, akármelyik területet nézzük, még mindig van hova előrelépni, de az biztos, hogy a rendszerváltozás óta eltelt 3 évtized, és az előző évtized volt az, amikor a legeredményesebbek voltunk, és amikor a legnagyobbat léptünk előre. Ennek az elvitatása, az része, és a kampányban is ez volt, az része annak a valóságtagadásnak, ami az ellenzéket jellemzi. De ha már a rendőrök, rendvédelmi szervek fizetésemeléséről van szó, akkor ez már csak azért is indok volt, mert ha valaki megnézi a magyar közbiztonsággal kapcsolatos adatokat, akkor a bűncselekmények ugrásszerűen estek vissza, a bűncselekmények nyomozásának az eredményessége pedig iszonyatos mértékben megjavult szintén 2x10 óta, és éppen ezért is döntött a kormány arról, hogy a rendőrök jelentős fizetésemelést fognak kapni, rendőrök, katonák fizetésemelésére még egy olyan nehéz válsággal teli idő, vagy válságokkal teli időszakban is kell, hogy forrás legyen, amilyen most van. Tehát akkor rögtön találtunk egy közös pontot is. Elnök úr elfelejtette üdvözölni a kormánynak ezt a döntését, de jelentős béremelés lesz már most szeptember 1-től is, és utána 24. január 1-től is a rendvédelmi szerveknél. Ezeknek az együttes mérték az 50%-ot is meghaladja. Köszönjük szépen! Miniszter úr, hogyha a pedagógusok béremelésére is kitérne esetleg? Örömmel megteszem, csak nem akartam a Momentumot meg a baloldalt kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát ugye onnan indulunk ki, hogy még az egyébként a kampányban a baloldali összefogás oldalán résztvevő pedagógus szakszervezetek is elismerik azt, hogy a kormány első nagy lépése 2010 után az a pedagógus béremelés volt, és elértünk oda, ahova vissza kellene majd jutnunk, hogy a diplomás átlagbérhez képest egy jelentős emelés történt, megközelítettük a diplomás átlagbért, annak 80%-át talán el is értük. És miután közben valóban jelentős fizetésemelés történt, ezért többször elmondtuk, hogy az a követelési a pedagógusoknak, emeljünk bért, ez jogos. És ugye nem, biztos még fogunk róla beszélni, de nem titok, hogy Európának olyan nehézségekkel kell szembenézni, benne Magyarországnak is, amellyel évtizedek óta nem kényszerült szembenézni. Itt van egy energiaválság, ahol még egy kettős válságról is beszélhetünk. Az első, hogy lesz-e elegendő energia, a másik pedig, hogy ki lehet-e fizetni. Ezek olyan kiadásokat jelentenek, amelyek szintén soha nem látott kiadások, de még eközben is a pedagógus béremelésekre szeretnénk jelentős forrásokat fordítani, és azért vállaljuk azt, hogy 2027-ig elérjük a pedagógus átlagbérek el fogják érni a diplomás átlagbér 80%-át. Ez a mai legvisszafogottabb előrejelzések szerint is akkor 1 millió forintos diplomás átlagbér mellett 800 000 forintos bért jelent. Nyilván ezt lépésről lépésre folyamatosan kell érni, de a lépéseknek is nagyoknak kell lenni. Csak egy baj van ezzel, hogy ebben a helyzetben európai uniós pénzekről nem mondhatunk le. Az a kampány, amit az Európai Parlamentben, és egyébként a magyar politikában is, a Momentum képviselői, és különösen az a két európai parlamenti képviselője, aki havi 5 millió forintot keres nettó Brüsszelben, tesz azért, hogy a magyarok ne juthassanak hozzá
a bennünket megillető forrásokhoz, hogy ne legyen elegendő pénz pedagógus béremelésre, egészségügyi dolgozói béremelésre. Azt például, hogyha megváltozna, és ne adj Isten, Magyarországról a magyar választók akaratának megfelelően az országot az Európai Parlamentben hivatott momentumos képviselők nem az ország érdekei, nem a pedagógus béremelés, az egészségügyi béremelés ellen tennének meg mindent, akkor biztosan előbbre lennénk, és ebben kérem is a segítséget. Elnök úr, hát akkor ez a fajta segítségnyújtás, amit előbb Gulyás Gergely miniszter említett, ezt megkapja az ellenzéktől, vagy mondjuk konkrétan a Momentumtól? Igen, az lett meg elképesztő, hogy van egy kormányunk, ami mindent a nemzeti szuverenitásból eredeztet. És ez a nemzeti szuverén kormány most egyik miniszter azt mondta ki, hogy a saját állami alkalmazottait, a pedagógusokat nem tudja kifizetni, és arra a Brüsszelre vár, hogy fizesse ki őket, ami 12 éve támad. Hát hol van ilyenkor a nemzeti szuverenitás, kérdezem én? Hát hogy létezik az, hogy egy szuverén nemzeti állam egy másik, egy szupranacionális intézménytől várja el azt, hogy a saját pedagógusait, ami a jövő generációért felel, őket fizesse ki. Ez egész egyszerűen, ne haragudjon, miniszter úr, de ez nevetséges. Nem beszélve arról, az ellenzék hogy... hogyan oldaná egyébként a pedagógusok bérrendezését meg? Ez csak azért is kérdezem, mert ugye a kampány során, tehát az országgyűlési választásokat megelőző kampány során rengetegszer hallhattuk ellenzéki pártok részéről, hogy a pedagógusoknak béremelést kell adni, ritkán rukoltak elő konkrét számokkal, vagy akár százalékokkal, és ennek a forrásával. Hát ennek a forrása nagyon egyszerű, mi évek óta azt mondjuk, hogy ki kell egyezni az Európai Unióval. Hogyha... Hát erre... De hát... Hogyha... Ezek a folyamatok hogy erről szólnak Károsz úr, jelenleg Károsz úr, is. Ha a Rómában megyek, akkor úgy kell viselkednem, mint a rómaiak. Hogyha belépek egy klubba, akkor a klubnak a szabályait tiszteletben kell tartanom. Számomra meglepő az, hogy miniszter úr ennyire túlexponálja két európai parlamenti képviselő képességeit. Több mint 700 parlamenti képviselő van. Több mint 700. És a Momentumnak 2 európai parlamenti képviselője van. Ezzel szemben, akik a valós döntéseket meghozzák, az az Európai Unió tanácsa és az Európai Tanács. Az egyikben az államok állam és kormányfői vannak, tehát Orbán Viktor, a másikban pedig a szakminiszterek. Minden egyes Európai Uniós döntés, ami megszületik, azt vagy az államok kormányfői, tehát Orbán Viktor is hozza meg, vagy pedig az államok szakminiszterei, tehát például Varga Judit, Szijjártó Péter, és így tovább, és így tovább. Tehát egész egyszerűen azt mondani, hogy brüsszeli bürokraták hoznak döntéseket, az nem igaz. És ezt önnek, mint jogásznak, ezt pontosan tudnia kell. És ezért is számomra megdöbbentő, hogy ez a kommunikáció. No, tehát ha az alapállítás téves, akkor a belőle levont következtetések is tévesek. És itt rögtön két alapállítás is van, ami teljesen téves. Az első az az, hogy a nemzeti szuverenitás az Európai Unió. A nemzeti szuverenitás egy részét, amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor feladtuk, hogy egész pontosak legyünk, magyar alkotmány szép megfogalmazása szerint, a uniós intézmények útján közösen gyakoroljuk más tagállamokkal. A másik pedig, és ez egy alapvető félreértése a baloldalnak, amit most itt elnök úrtól ismételten hallhattunk, hogy egy szupranacionális szervezettől várunk mi segítséget. Mi semmilyen segítséget nem várunk. Vannak bennünket megillető pénzek. Azok a mi pénzeink. Egy része még közös hitelfelvételnek is köszönhető. Azt kell csak, hogy ideadják. Az pedig, hogy két képviselőnek mekkora befolyása. Én örülök, hogy elnök úr mérsékelt véleménnyel van a Momentum képviselőnek képességeiről. Én sem gondolom azt, hogy hanyat kellene esni. Akkor, amikor az ő képességeikről vagy munkájukról beszélünk, de azért azt ne értékeljük le, és ez szerintem természetes is, hogy vannak frakciók az Európai Parlamentben, és ott magyar ügyben az a meghatározó, amit a magyar képviselők mondanak. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor Guy Verhofstadt megnyilvánul magyar ügyben, akkor az igenis az Momentum két európai parlamenti képviselőjének a véleményét is közvetíti felénk. Részben, ha nem így lenne, akkor nyilván Momentum nem ennek a pártcsaládnak lenne a tagja. Részben pedig sajnos a képviselőktől is hallottunk ugyanilyen tartalmú nyilatkozatokat. Tehát igenis, abban, hogy az Európai Parlamenten belül, ami
igyekszik sakkban tartani és zsarolni a bizottságot, hogy ne adjon pénzeket Magyarországnak és Lengyelországnak. Igenis van szava azoknak a magyar képviselőknek, akik innen nyerték el a mandátumukat, nettó 5 millió forintot keresnek havonta, és mégis úgy érzik, hogy az a feladatuk, hogy megakadályozzák, szó szerint nyilatkozatok annak, hogy megakadályozzák, hogy Magyarország megkapja a bennünket megillető, nem az európai pénzeket, a bennünket megillető pénzeket. Arra lennék kíváncsi. Nyugodtan egyébként, elnök úr, hogyha ez a gondolathoz van még hozzáfér, mondja, és akkor utána feltenném a következő kérdést. Köszönöm. A Momentum évek óta azt mondja, hogy azért is kell kiegyeznünk az Európai Unióval, hogy megérkezzenek ezek a pénzek. Az Európai Uniónak az a problémája, hogy ezeket a forrásokat önök low wellness-re költik el Kisvárdán 2,2 milliárd forintért. Vagy az a baj, hogy Tyukodon, ami egy lapos falu, építenek 200 millió forintból 11 darab kilátót. Tehát, hogy szerintem ez a gondja az Európai Uniónak, hogy önök ezt a pénzt hát nem a megfelelő, és akkor nagyon finom fejeztem ki, nem a megfelelő helyekre fordítják. És ha már baloldaliságról beszélgetünk, ugye miniszter úr, én 2010-ben önökre szavaztam. Köszönjük szépen. Azért, mert akkor még önök egy polgári párt voltak, egy polgári intellektusú párt. Ezt sajnos elhagyták. Valójában a legnagyobb tanulság az, hogy nem önök integrálták a független kisgazdákat, hanem a független kisgazdák önöket. Ami megdöbbentő számomra, hogy most jelenleg 10 momentumos parlamenti képviselő van a magyar parlamentben. Több olyan egykori MSZMP tag fideszes ül a magyar parlamentben, mint a teljes Momentum frakció. Lázár János azt mondta nagyon helyesen, hogy mindenki, aki szerinte az MSZMP tagja volt, az a magyar önrendelkezés és szabadság ellen dolgozott, ebből adódóan pedig a független Magyarország ellensége volt. Ennek ellenére a fideszes padsorok tele vannak egykori MSZMP tagokkal, abból az MSZMP-ből, ami egyetlen egy célból jött létre 1956 őszén, azzal a célra, hogy legitimálja az akkori szovjet megszállást. És önök, tehát önök mint jobboldali párt, vagy mint nemzeti párt, ilyen embereket tartanak a soraik között. A másik az, hogy rendszeresen megkapjuk azt, hogy mi vagyunk az új SZDSZ. Hát, hogyha körbenézünk a mai fideszes padsorok között a parlamentben, szerintem több SZDSZ-es ül ott, mint a teljes Momentum frakciót. Hogy van ez, miniszter úr? Az elengedhetetlenül szükséges történelmórát megelőzően, hogyha szabad, akkor az Európai Uniós ügyekre még egyszer reagálnék. Tehát az a baj, hogy a helyzet az az, hogy ezeknek a támogatásoknak valószínűleg az évszámát nem osztották meg elnök úrral, mert kutya wellness-t, meg 10 centis kilátót a Gyurcsány kormány időszakában építettek. De hozzáteszem, hogy természetesen az, hogy ezek valóban megépültek-e, hogy ezekből a pénzekből építették-e, hogy az árérték arányal történt-e, ezt az Európai Unió vizsgálhatja. De abban már van egy nézetkülönbség, hogyha egyébként a közpénzfelhasználás szabályos, akkor azt itt Magyarországon kell eldönteni, azoknak, akiket egyébként a magyar nép megválasztott, hogy mire és hogyan költjük az Európai Uniós pénzeket. De most nem kutya wellness-ről beszélünk, most arról beszélünk, hogy benne is van az Európai Uniónak megküldött helyreállítási tervben, illetve a költségvetésről szóló operatív programokban, pedagógus béremelés, egészségügyi béremelés. Az önök képviselői mindent megtesznek azért, kint ülnek a magyar választók bizalmából, és mindent megtesznek azért, hogy Magyarország, a magyar pedagógusok, a magyar tanárok és a magyar egészségügyi dolgozók ezeket a pénzeket ne kaphassák meg. Ez nem kutya wellness kérdése. Parancsoljon, utána reagálnék majd, amit a Fideszre mondod, de parancs. Valóban nem kutya low wellness, amit önök építenek Kisvárdán 2,2 milliárd forintból. Az a probléma, tudja a miniszter úr, hogy önök kisajátítják a nemzet fogalmát. És ezt valójában már 2002-ben megtette miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ezzel gyakorlatilag magához vindikálta a jogot, hogy eldöntse. De lehet ellenzékben a haza? Kérem? Lehet ellenzékben a haza? Én úgy gondolom, hogy a nap végén független attól, hogy ön melyik pártban van, vagy az itt jelenlévők melyik pártra szavaznak, mi egy nemzet részei vagyunk. És az a nemzeti megosztás, amit önök 12 éve művelnek, az egész egyszerűen félelmetes. És ez nem csak politikailag döbbenetes, de egyébként gazdaságilag is. Önöknek minden lehetősége megvolt arra, és én ezért szavaztam önökre 2010-ben, minden lehetőség megvolt arra, hogy egy nagyon rossz kormányt, egy nagyon-nagyon rossz kormányt leváltva ezt az országot a Kánaánba vezessék. 12 év kétharmaddal azt értük el, hogy a visegrádi országok között Magyarországnak a legalacsonyabb az egyfőre jutó GDP-je. Ott tartunk, hogy az Európai Unióban csak Bulgáriában alacsonyabb a fogyasztás, mint Magyarországon. Ezek nem sikerek, ezek tragédiák.
Erre még reagálja a miniszter úr, és akkor menjünk tovább, köszönöm. De ezek az állítások az a baj, nem igazak, tehát tényszerűen nem igazak. Még Portugáliát is most terjesztük meg GDP tekintetében, aki 80-as években csatlakozott az Európai Unióhoz, egész pontosan 1986-ban. Tehát lehet megalapozott állításokat tenni, de ezek nem egyeznek a tényekkel. De mégiscsak arra szeretnék visszatérni, hogy ön egy kisvárdai ügyet hoz ide 2 milliárd forintért, nyugodtan vizsgáljuk meg. Szeretném jelezni, azt hiszem, hogy Kisvárdám több mint 60%-os, talán 66%-hoz közelítő eredménye nyertük meg a választásokat. Tehát, ha a kisvárdaiaknak nem tetszik, hogy ott az európai uniós pénzeket felhasználjuk, akkor azt ők majd szavazataikkal ki fogják fejezni. De arra nem válaszolt elnök úr, hogy ilyen bombasztikus mondatokat, amikkel természetesen egyetértek, mert közhelyszerű igazságok, hogy mindannyian nemzet tagjai vagyunk, természetesen mindannyian a magyar nemzet tagjai vagyunk, még ha néhányan az ellenzék részéről sokat tesznek azért viselkedésükkel, hogy megkockáztassuk azt, hogy ezt állítást nehéz tartani, de mégiscsak az az állítás, hogy a haza nem lehet ellenzékben, az nem pont ezt jelenti? Hát az, hogy a haza nem lehet ellenzékben, az azt jelenti, hogy a magyar nemzet egységes, hogyha a haza ellenzékben lehetne, az jelenteni azt, amit elnök úr mond, hogy a nemzetnek lehet egy része, ami a hazát képviseli, és az kerül ellenzékbe, ha valaki veszi. Tehát pont az ellenkezőjét jelenti ez a mondat, mint amit ön állít. A miniszter úr, egy elvesztett választás követően 2002-ben, hogy ilyet mond egy pártnak az a miniszterelnök jelöltje, hogy a haza nem lehet ellenzékben, úgyhogy ő ellenzékbe kerül, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ő úgy érzi, hogy ő képviseli hazát. Egy kiegészítés szeretni, Portugália nem a V4 országok része. Bocsánat, de ott a nem szó. Hát a haza nem lehet ellenzékben, az azt jelenti, amikor éppen ellenzékbe kerül egy párt, hogy egy párt nem azonosítható a hazával. De ez valószínűleg akkor még, bocsánat, fiatalon ezt még ezek szerint ön is értette, mert 2010-ben ránk szavazott. Nekem van intellektuális problémám az ellenzékkel, hogy vannak ilyen fix tézisek, amiket az öreg szocialistáktól, kommunistáktól hallgattunk éveken át, és ők úgy veszik át, mintha még lett volna lehetőségük a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjának lenni, noha már nem volt. És itt viszont kitérnék egy mondatra arra, előre bocsájtva, hogy az én családomban senki nem volt a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. Azt is hozzátéve, hogy arról persze senki nem tehet, beleértve Dobrev Klárát is, hogy ki volt az apja vagy a nagyapja. Az, hogy aztán ugyanazt csinálja, vagy ugyanúgy áll alapvető nemzeti kérdésekhez, mint az apja vagy a nagyapja át, arról már természetesen tehet, zárójelet itt bezárva. De azért én óvatos lennék azzal, hogy nekünk, akik vagy a rendszerváltáskor születtek, mint elnök úr, vagy én, aki 8 éves voltam a rendszerváltáskor, hogy azokat minősítsük, akik semmilyen pártisztséget nem viseltek, semmilyen közhatalmat nem gyakoroltak, és azért, mert mondjuk osztályvezető főorvos illetve valakivel belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. Én nagyon becsülöm azt, aki ezt nem tette meg, az külön elismerést érdemel. Az én családomban olyanok van, akik ezt nem tették meg, de semmiféleképpen nem minősítenék az egyszerű pártagságért, 800 000 pártag volt, nem minősítenék senkit. Úgy gondolom, hogy ez méltánytalan. Az, hogy valaki. Lázár János miniszter úr. Az, hogy valaki. Ez a véleményem, Lázár János miniszternek másoljon, akkor vele kell megvitatni. Én elmondom, mi a véleményem. Az, hogy valaki a KISZ KB tagja volt, hogy kommunista hatalomgyakorló volt, akikkel önök egy listán szerepeltek, az már probléma. De ezzel viszont önöknek nincs olyan nagy bajuk, hiszen érdemi kommunista hatalomgyakorlókkal egy listán jutottak be a parlamentbe. Köszönöm szépen. Egy rövid válasz, megvárunk, aztán tényleg haladjunk tovább. Nézze, lehet, hogy mi közös listán indultunk ezek az emberekkel, legalább nem ültünk velük együtt a KISZ-ben, ahogy önök. Ahogyan például Kövér László. De ez megint egy hazugság. De bocsánat, nagyon fontos, legalább beszélgettünk. Ja. És a beszélgetés nem mindig segíti a műsorvezető, vagy hátráltatja. Tehát De ezt helytől és időtől függetlenül mondom. Igen, az egyik féltől azt kapom, hogy menjünk tovább a másik témákra. De én mindenféleképpen segítem, mert meghallgatjuk, persze. Dolog. Tehát megint csak nem vagyok történelem szakos tanár, és valóban a tanárbér emelés mellett az is egy komoly érve, amiket elnök úr itt a 95-i múlttal kapcsolatosan előad. Tehát alapvetően mindenki KISZ tag volt. Mindenki automatikusan belépett a KISZ-be. Nagyon kevesen nem, édesapám nem lépett be a KISZ-be, de ez iskolában szinte egy-egy ember volt, akik ezt megtehették, akár azért, mert a szüleik mondjuk ügyvédek voltak, és akkor ez egy függetlenebb egzisztencia volt már a 70-es évektől. De egyébként az, hogy aki KISZ tag volt, ez nem állítás, ez mindenki KISZ tag volt. Imént mondta, pont
Számon kérte a kis rajtunk. KB, a kis központi bizottsága. A kettő között az a különbség, mint a, még az se jó példa, hogy mint a Fidesz tagjának, meg a kormány tagjának lenni, még az se jó példa, mert nincs kötelező Fidesz tagság. De a kötelező Fidesz tagság az országban, ami nem lesz, tehát jó Istennek. Ami nem lesz, és ehhez képest a kormány tagjának lenni, meg egy állampárt tagjának lenni, az két teljesen különböző dolog, tehát én valóban egyetértek elnök, hogy a tanárok, különösen a történelmi tanárok fizetését emelni kell. Na hát remélem... Nem lesz baj, hogyha tovább megyünk más-más témára, de tényleg csak azért, mert hogy maga a beszélgetésünknek, vagy a vitának a címe is az, hogy a közélet kérdéseiről vitatkozzanak az itt jelenlévő urak. Menjünk tovább egy olyan kérdésre, amit részben egyébként Szijjártó Péter ma délelőtt ugye már említett, a Magyarország energiaellátása, vagy az Unió energiaellátása, energiabiztonság, stb. Stb. Ez ugye most az elmúlt hónapokban a legfontosabb témává vált, egészen konkrétan úgy, hogy tényleg ezt majd a saját bőrünkön fogjuk érezni, hogy van-e energia, amit tudunk használni, ha igen, akkor milyen áron. Arra lennék kíváncsi, mindkettőjük véleményét, hogy jogosak-e azok az ellenzéki felvetések, hogy a Fidesz kormány az elmúlt 12 évet, nem tudom én hány évet elpazarolt, nem biztosította azt, hogy ha majd egyszer megváltozik a világ körülöttünk, akkor az energiaellátás biztonságosabb legyen. Miközben ugye a másik oldalon azt látjuk, hogy az egész kormány azon dolgozik, hogy az energiaellátás a jövőre nézve előre lekötött vásárlásokkal biztosítva legyen. Hogyan látja ezt a Momentum? A Momentum ezt úgy látja, hogy ez a kormány, akárcsak a 2015-i elődje, hazudott, reggel, délben és este. Ugyanis már bőven április előtt lehetett látni, hogy a gáz világpiaci ára drasztikusan megemelkedik. Döbbenetesen megemelkedik. Áprilisban azt hiszem, hogy a $30 körül volt, 2019-ben 4. Tehát egészen egyértelmű, hogy már a választás előtti hetekben, hónapokban pontosan tudták, hogy ki fogják vezetni a rezsicsökkentést, és meg fogja szüntetni, és a rezsiemelés lesz. Tehát valójában nem mondtak igazat azért, hogy mennyelik a választásokat. Ettől most tekintsünk el, és gondoljunk arra, hogy itt van mondjuk önök között több fiatal, aki mondjuk tavaly, teszem azt, megnősült, és felvett egy lakáshitelt, mert gyermeket szeretné, és tervezni az életét. És értelemszerűen ebben a tervezésben beletervezte azt is, hogy van egyfajta hitele. Reméljük, hogy fix kamatra vette föl, mert ez a kormány 8 hónap alatt eddig 8-szor emelte az alapkamatot. Olyan magas az alapkamat, mint a második Gyurcsány kormány alatt. De tegyük föl, hogy bekalkulálták azt, hogy nagyjából ki fognak jönni a fizetésükből. És gondolom, hogy bekalkulálták azt is, hogy mennyi lesz a rezsijük. És egyik pillanatról a másikra ezt egész egyszerűen eltörölték. És ahelyett, hogy az elmúlt 12 évben arra fordították volna az EU-s forrásokat, hogy a lakóingatlanokat szigeteljék, amire egyébként kaptunk pénzt. Az Európai Uniótól kaptunk forrást arra, hogy szigeteljük a kádárkockákat, csak ez a kormány a közintézményeket szigetelte belőle. Ami szintén fontos, ezt nem vitatom el, csak abban nem lakunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy elképesztően elvesztegetett évtized. Miniszter úr. Most a matematikai pontatlanságokban, vagy a számtani pontatlanságban nem belemenve, mert 3-4 dollárért soha nem adtak semmit, szeretném jelezni, hogy az állam rögzített... Bocsánat? Keressük rá most az interneten. Semmi akadály. Rögzített árakon vásárol, tehát egy időre előre tudja fedezni az árat, hogyha éppen ez megéri. Ezért áprilisig 21-nehány dollárt kellett fizetni a gázért. Egyébként azt is a kőolajért, azt is hozzáteszem, és a gázár is ugyanígy maximált volt, és körülbelül a tizedét fizettük még a tavalyi lekötés alapján a jelenleginek. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, azt látjuk, hogy azóta növekedett meg drasztikusan a gázára, és részben ennek következtében az áramé is, mert mióta az Európai Unió az energetika területére kiterjesztette a szankciókat. Ez alapvető hiba volt. Tehát az természetes dolog, hogy azután, ami történt Ukrajnában, azaz Oroszország megtámadta egy független országot, arra valamilyen reakció Európának kellett, hogy legyen. De még márciusban a Versailles-i konszenzus az volt, az állam és kormányfők között, hogy ez az energetika területére nem terjeszthető ki.
akkor is járt volna egyébként a gáz, és ezen keresztül az áram árának növekedésével a háború, hogyha nem vezetünk be szankciókat. De ami az egekbe emelte az árakat, azok a szankciók voltak. Meg kell nézni időrendben a döntéseket, meg kell nézni azt, hogy mi okozta az áremelkedést, és azt látjuk, hogy amikor február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor volt egy kiugró áremelkedés, de utána soha már olyan mélyre nem, mint előtte, de visszakorrigált az áram és a, vagy az olaj és a gázár. És ezt követően pedig, amikor a szankciókat elfogadtuk, illetve a szankciókkal való fenyegetés fennállt, akkor az egekbe szökött a gáz és az áramára. Most akkor milyen jellegű problémákról beszélünk, és azért úgy gondolom, hogy egy válsághelyzetben nem feltétlenül lenne káros az ellenzéknek sem, hogyha anélkül, hogy kormányzati felelősséget kellene vállalni, néhány őszinte szót azért a közvélemény felé mondanának. A helyzet az az, hogy azzal ugye nem vádolható a magyar kormány, hogy a rotterdami árutőzsdén meghatározott gázárhoz vagy olajárhoz nekünk közünk van, mert nincs hozzá közünk, az kitermeléstől függ, illetve kereslet kínálattól, ebben Magyarország olyan elhanyagolható tényező, hogy semmilyen szerepet nem játszik. Most ha valaki megnézi a pénteki, tőzsdei gáz- és áramárakat, és kiszámolja, hogy a rezsicsökkentett határig, átlagfogyasztás határáig mennyit kellene fizetni, akkor azt fogja látni, hogy 330 ezer forint fölött van az az összeg, amiben az átlag áron kerülne ma az áram és a gáz. Ehhez képest a rezsicsökkentés határáig képesek vagyunk azt elérni, hogy áramra és gázra összesen mintegy 25 ezer forintot kelljen fizetni. Ma a magyar állam 300 ezer forintot, a piaci árhoz képest 300 ezer forintos támogatást tud adni egy hónapban minden háztartásnak. Reméljük lejjebb fog menni, mert ha nem, akkor ezt az állam a végtelenség nem fogja bírni, de ennél többre senki nem képes. Nálunk lényegesen gazdagabb nyugat-európai országok nem képesek. Tehát azt kellett volna végig gondolni, és nem akarok mindent politikai felelősség szerint porciózni, de azért ennek után nézhetne, hogy mely politikai erők voltak, akik az energiaszankciókat támogatták, és éppen akár saját pártársai mit nyilatkoztak ebben. De az a helyzet, ahol most eljutottunk, az azt eredményezi, hogy a magyar állam a egy hónapban kifizetendő áram- és gázszámlához 300 ezer forintot tesz hozzá minden egyes háztartásnál. Soha más kormány nem tudná ezt megtenni, mert csak egy ilyen erős felhatalmazással rendelkező kormány az, ami képes ilyen adókat kivetni a magyar gazdaság fontos szereplőire, úgyhogy ezt tudomásul veszik. Így akkor viszont marad a kérdés, hogy miért nem köszönik meg a kormánynak a további állampolgárokat segítő intézkedéseiket. Az első mondat olyannyira nem igaz, hogy már az Ukrajna lerohanása előtt is elképesztően elkezdtek emelkedni az energiaárak, pontosan azért, mert Oroszország elkezdte azokat emelni. Itt valójában egyfelől is van Oroszország. Az, hogy a szankciókat ki mennyire támogatja, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői minden szankciót megszavaztak, ha már szóba jöttek az európai parlamenti képviselők. És az, ami, hogy mi van az egész mögött? Ugye most jelenleg nagyjából 66 milliárd forinttal van a többet fizetni hazánkban a honfitársaink a rezsiért. És érdekes módon egy ilyen időpillanatban, amikor eltörlik a rezsicsökkentést, és megemelik a rezsit, akkor bejelentkeznek egy telekommunikációs cég megvásárlásával. Tehát ön szerint, miniszter úr, mennyire időszerű egy közelgő szociális válság előtt megvenni a Vodafont 300 milliárd forintért, plusz ugye a forrágy, ami szintén valójában a mi pénzünk, de most vele sem menjünk inkább. Köszönjük szépen, elnök úrnak, várjon miniszter úr, tényleg nagyon hálás vagyok azért, még hogy helyettem is kérdéseket tesz fel. Ne, tényleg nagyon szépen köszönöm, de egy dolgot hadd említsek, hogy ez a kérdés megint csak olyan kérdés, ami szintén szerepelt a másik gondolatjelnél, amit én magamnak felírtam, és akkor ezt már hadd csatoljam oda, és akkor együtt tud a miniszter úr erre is válaszolni. Ugye mi az, ami általában a hírekben szerepelni szokott kontra? Ugye az például, amikor arról olvasunk, és ezek tényleg most csak induljunk ki a tényekből, amikor azt mondja a pénzügyminiszter, hogy Magyarország ettől a nehéz helyzettől függetlenül 6,5%-os GDP-t ért el ebben a negyedévben, megelőzve mindenkit az Unióban. Akkor egy ilyen helyzetben szintén ugye azt mondja a kormány, ahol a munkanélküliséget még a nehézségek ellenőre is sikerült levinni ugye a legminimálisabb szintre. Tehát, hogy azért kérdezem ezt akkor együtt így egy csomagban, hogy a
kormány egyfelől ugye teszi ezeket a lépéseket a gazdaság terén, foglalkoztatottság terén, és akkor hogy van az, amit ugye az elnök úr említ, hogy megvásárolnak a 4iG-vel együtt egy nagy telekommunikációs céget. Először is köszönöm, hogy egy kevésbé barátságos kérdéshez kaptam egy barátságosat is, de mind a kettőre igyekszem válaszolni. Az első, ami a... Bár tettem már egy kísérletet kormányinfón, de ezek szerint ez nem volt sikeres, úgyhogy most megismétlem. Az első állítás az az, hogy ez nem különböző, két különböző gyümölcs, amit próbálunk összehasonlítani, hanem az egyik alma, a másik elefánt. Tehát semmi köze egymáshoz az annak, hogy az állam egyébként egy gazdasági tevékenységet is végez, és azt próbálja úgy végezni, hogy rendszeres bevételt hozzon a költségvetésnek, meg az, hogy aktuális kifizetések vannak. Csak azért mondom ezt, mert az előbbire, tehát amikor valamit vásárolunk, hitelt lehet felvenni. Miután, ha valami 8-10-12 év alatt visszahozza az árát, akkor azt nagyon könnyen meg tudja oldani az állam, ezért arról kell dönteni, hogy jó befektetés vagy rossz, és hogyha jó befektetés, akkor ezt meg kell tenni. Ha nem tettük volna meg, ha elnök úr pártjának szövetségesei maradtak volna a kormányon, és a MOL 25%-a orosz kézben lenne, ahova az önök szövetségesei eladták, akkor nem tudnánk azt megtenni, amit most például a 480 forintos fogyasztói benzinár érdekében megtehettünk, az ársapka nem létezne. Tehát én csak azért mondom, hogy az is egy nagyon nehéz időszak volt, 2011-ben, amikor bejelentette a miniszterelnök a MOL megvételét. Ugyanilyen támadások voltak. Szerintünk az a kérdés, hogy helyes-e az a célkitűzés, hogy a bankszektorban, az energetikában, a médiában, a távközlésben legalább 50%, de lehetőleg minél nagyobb tulajdon legyen a magyar tulajdon. Nem feltétlenül, hogy egy állami legyen, de magyar tulajdon. Ha ezek helyesek, ha ebben egyetértünk, akkor ezeket meg kell lépni nehéz időkben is, mert miután ezek nyereséges üzletágak, ezért még hitelből is megéri megvenni, mert vissza fogja hozni a bevétel, és lehet belőle más célokat finanszírozni. Mondom, hogyha visszalépek a demagógiának arra a szintjére, ami magyar ellenzéket jellemzi, akkor abból lehet utána tanárbéreket is fizetni, és minden jóléti és szociális kiadást is fizetni. Tehát szerintem ezt ugye akkor érdemes idehozni, ha nem értünk egyet ezekben a stratégiai célkitűzésekben. Egyébként pedig azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, hogy milyen eredményeket ért el, és ez már a második kérdésre a válasz. Az elmúlt évtizedben a kormány soha egy elismerő szót nem hallottunk azért, hogy ma Magyarországon 1 millió emberrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Nem is elismerőt, tényszerűséget kérek csak. Tehát egész egyszerűen valaki megnézi, hogy mennyien dolgoztak 2010-ben, amikor az önök szövetségesei kormányozták ezt az országot, meg ma akkor azt fogják látni, hogy több mint 1 millió új munkahely jött létre itt Magyarországon. És több mint 1 millió dolgozók. Nagyon nagy teljesítmény. Azért tudjuk még ebben a nehéz helyzetben is fenntartani az állami költségvetést, mert képesek voltunk ezt elérni. És Európa egyik legalacsonyabb munkanélkülisége is a miénk, és egyébként pedig, ha már elnök úr itt a GDP-t volt szíves említeni, akkor felhívom a figyelmét, hogy az elmúlt éves gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, és az idei éves részadatok, én a negyedéves adatokat nem tartom olyan súlyúnak, hogy külön kommentálni kell, de hogy külön arra egy vitában hivatkozzunk, az talán kevés, de ha megnézzük a két negyedévünket, és a harmadik negyedévből, amit már láttunk az online számlarendszernek köszönhetően, akkor az idei évben is a magyar növekedés Európa legjobbjai között lesz. Ez nem véletlen, emögött egy tudatos gazdaságpolitika áll, ami többek között azon alapul, hogy bizonyos stratégiai szektorokban a magyar tulajdon az legyen 50% fölötti. Nagyon jól hangzik, csak hogy a GDP önmagában nem egy elégséges mutató. A fontos az a GNI. Valójában a GDP nő, de a GNI nem nő ezzel egy időben hasonlóan. És ez a valódi probléma. A 70-es években is nőtt a GDP, amikor volt egy nagyon komoly energiaválság, és most távol állj tőlem, hogy miniszter úr nevével akarnék gúnyolni, de egy gulyás kommunizmus volt rá válasz, ami nem volt jó. És félő, hogy megint ez vár ránk. Gyakorlatilag Egy új Kádár korszakot látok magam előtt. Ez a kormány nagyon súlyosan nosztalgikus húrokat penget. Visszatérve a Vodafone-ra, tehát ha ön azt mondja, hogy fontosabb jelenleg megvenni egy telekommunikációs céget 300 milliárd forintért, mint magyar embereket segíteni, akik azon aggódnak, hogy télen lesz-e mivel kifűtsék az otthonikat. Ez az állítás akkor, ha jól értem, miniszter úr. És
És azt is állítja... Ne hozzon nehéz helyzetbe, ne hozzon nehéz helyzetbe. Azt is állítja, hogy a Vodafone-nak majd a profitjából egyszer csak valamilyen módon, bár gondolom ez nem holnap lesz, fenntartható lesz mondjuk a pedagógus béremelés. Na már most a gond az, hogy a Vodafont nyilvánvalóan nem forintból fogjuk megvenni, hanem devizából. Ennek két útja van. Az egyik az, hogy hitelt veszünk föl, amivel átlépni a kormány a saját maga által megállapított benchmarkot, hogy nem lesz 20% fölötti a devizadóságunk, ezek szerint átlépnénk. Ez egyébként, teszem hozzá, nagyon-nagyon ártana a forintnak. A másik megoldás pedig az, hogy a meglévő deviza tartalékunkból vásárolja meg a Vodafont, ami szintén nagyon-nagyon ártana a forintnak. Tehát a valódi kérdés az, miniszter úr, hogy önök 430-450 forintos euróárfolyamot akarnak? No, tehát mi a Vodafone tranzakciót illeti, ott felhívom arra a figyelmet, hogy a Gyurcsányi kormány alatt ezt az országot az vitte csődbe, hogy szociális intézkedéseket hitelből finanszíroztak. Mi ezt a hibát nem fogjuk elkövetni, még az önök biztatására sem. Hitelt fel lehet venni, de kizárólag olyan tranzakciókra, ami az államnak bevételt hoz. Az a szándék, amit itt ön közvetetten kifejez, hogy a hitelből felvett pénzeket szociális kiadásokra és jóléti kiadásokra fordítsuk, ez az, ami az országot tönkreteszi és csődbe viszi. Ez önök csak a szövetségeseket kell megkérdezni, akik közös listán voltak, el fogják mondani, hogy milyen tapasztalataik voltak ezzel. Ezért nem érdemes, semmilyen formában nem érdemes a kettőt összekeverni. Ami meg a Kádár-rendszert illeti, hogyha már elnök úr volt ilyen szíves, és ezt szóba hozta. A Kádár-rendszer meg a jelenlegi időszak közötti különbség az nem ízlésbeli különbség. Ez két területen is megragadható. Az egyik az az, hogy Magyarországon, nem tudom, feltűnt, de idén is voltak választások, és 4 évente vannak. És önök is annyi szavazatot kapnak, amennyit a választók úgy gondolnak, hogy helyes önöknek megadni, meg mi is. És hogyha önök kapnak többet, akkor majd mi ellenzékbe megyünk, és önök pedig kormányt alakítanak. Az, hogy a demokrácia alapvető kultúráját az ellenzék 12 év alatt sem tanulta meg, és egy választási vereséghez nem tud gratulálni, választási vereség esetén a győzelemhez nem tud gratulálni, ez nem bennünket minősít, ez egy kulturál, demokratikus kultúra kérdése. De ettől még az a helyzet, hogy több szavazatot kell kapni. És hogyha önök kapnak több szavazatot, akkor önök kerülnek kormányra, és akkor majd ön lesz a miniszterelnök, hogyha éppen a Momentum miniszterelnök jelöltje. Amúgy, ez a különbség a Kádár-rendszer és a parancsnok. Amúgy lehet, hogy majd meg lesz ez a többlet szavazat majd a következő választásoknál, mert ugye Gyurcsány Ferenc is megüzente, hát idézek, pontos, hogy pontosak legyünk, végetek van, mi megkészülünk. Ugye ezt mondta Gyurcsány Ferenc, ugye egy csomó emberben választópolgárban nyilván felmerül a kérdés, hogy hogyan készülnek, és hogyha majd itt bocsánat, van bocsánat, elnök... befejezem, tehát az, hogy akkor bocsánat, közbevágasz, igen. Nyugodtan, csak hadd fejezzem utána be. De nem merek már, mert... Nem, egész nyugodtan. A másik nem jelentéktelen különbség, és ez talán az, ami morális kérdéseket is felvet, hogy itt a kommunista időszakban embereket végeztek ki, meg csuktak börtönbe áltatlanul. Hogy gondolják azt, azok, akik egyébként nem is éltek ebben az időszakban, magamat is részben ideértve, hogy össze lehet hasonlítani egy demokratikusan választott kormányt és egy olyan jogállamot, ahol bírósági döntések születnek, és kizárólag bírósági döntés alapján lehet még polgári jogi értelmen is kötelezni bárkit, egy olyan időszakkal, amikor embereket végeztek ki, és csuktak börtönbe, úgyhogy ártatlanok voltak. Tehát már a demokráciáról beszélgetünk, akkor... Én most, mint ön jogász, ezért érdeklődnék, hogy ön szerint mennyire demokratikus az, hogy ön egy csütörtöki kormányinfón bejelent valamit, nevezetesen azt, hogy nem lesz rapid törvényalkotás, majd egész pontosan 4 nappal később, 24 óra alatt átvernek egy olyan adótörvénymódosítás az adóév közepén, ami 400 000 embert érint. Ön szerint, mint jogász, ez nem a jogász szakma, megcsúfolása? Elnök úr... Nem, az fontos, hadd válaszoljak. Nem, csak Frankon olyan érzésem van, hogy látja a kérdéseimet, vagy nem tudom én, de tényleg tök jó, hogy felteszi. Van egy ilyen kristálygömböm. No, tehát az Európai Unióval folytatunk tárgyalásokat. Az Európai Unióval folytatott tárgyalások során válunk olyan kötelezettségeket, amelyek
akár indokoltak, akár indokolatlanok a megállapodás feltételét képezik. Ezért ha megállapodunk, akkor ezek lesznek. Amíg nem állapodtunk meg, addig nincsenek. Én ezt teljesen világosan elmondtam a kormányinfón is, azon a csütörtöki napon, hogy az Európai Uniónak ezeket a feltételeit hajlandóak vagyunk elfogadni, és készen állunk a megállapodásra. Tehát majd, ha megállapodunk, akkor ezeket számon lehet kérni. Ami meg a gyors jogalkotást illeti, azért vagyok bizonytalan, hogy ez miért ne lenne se demokratikus, se jogállami, mert ebben az esetben mondjuk elnök úrnak azt a kijelentést kell tennie, hogy az Egyesült Államok az se nem demokrácia, se nem jogállam, amit én azért egy erős és nem megalapozott kijelentésnek tartanék. Akkor, amikor ott a költségvetésnek a adósság rátáját, tehát hogy milyen államadósságot lehet felvenni, kellett megemelni legutóbb a elnök és a kongresszusi többség közötti megegyezés érdekében, akkor néhány óra alatt 1000 milliárdokról döntöttek. Néhány óra alatt képviselőház, szenátus. Tehát az, hogy milyen döntéshozatalra van szükség, gyorsra, lassúra, azt Magyarországon jogszabályok pontosan rendezik. A kormánynak van lehetősége, szerintem még kifejezetten szerény számban, 4-szer egy fél évben arra, hogy 48 óra alatt jogszabályt fogadjon el. Az is rendezett, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. Sarkolatos törvényt nem lehet, költségvetés, zárszámadás nem módosíthat, alkotmány szóba se kerül ebben az esetben. Tehát vannak világos szabályok. Ezeknek megfelelően hozhatunk döntéseket. Formálisan az eljárásnak megfelelt, a többségünk egy választás eredményeként demokratikusan jött létre, sem jogállami, sem demokratikus szempontból ez nem kifogásolható. Tehát akkor, jól értem, akkor ön szakmai vélemény, mint jogász, az, hogy 24 óra alatt teljesen belefér az, hogyha 400, nagyjából 450 ezer családnak az életét az egyik pillanatra a másikra felborítjuk. Ez nem is csak, mint jogász kérdezem, hanem mint államférfit vagy politikus, hogy ön szerint belefér ez. Tehát ön elvileg egy miniszter, az azt jelenti, hogy szolga. A szó jelentése az, hogy szolga, az a dolga, hogy a magyar embereket szolgálja. Ön szerint mennyire szolgálja a magyar embereket az, hogy 24 óra alatt gyakorlatilag a teljes életüket felborítják? Nem, most túl azon, hogy a 24 óra nem igaz, mert ha elolvassa a házszabályt, amit akár országgyűlési képviselőként meg is tehetne, akkor lehet, hogy a 24 óra az nem igaz. A második pedig, hogy kellett hozni egy fájdalmas döntést. Ez a döntés akkor is fájdalmas, ha 2 hét alatt hozzuk meg. Nem attól fájdalmas, hogy gyorsan született, hanem attól, hogy a magyar állam abban a energiaválságos helyzetben, amivel egész Európa valamennyi országa küzd, azt nem tudja fenntartani, hogy miközben, ha már a pedagógusokat volt szíves megemlíteni, egy pedagógus a jövedelmének a 40%-át befizeti adóként, addig van, aki 5%-ot fizet be. Jó volt, amíg fenntartható volt, nem tudtuk tovább fenntartani. Világosan és őszintén beszéltünk. Itt az időhorizontnak nagy jelentősége nincs, attól nem fáj jobban vagy kevésbé, hogy egy ilyen döntést 2 hét alatt hoz meg a parlament, vagy 2 nap alatt. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, elnök úr, tudom, hogy még van a fejében, sejtem ugye néhány kérdés, de ha már én is itt lehetek, akkor hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy hadd tegyek fel egy olyan kérdést, amit tényleg szerintem abszolút a közélet tárgyát képezi, minden nap vásárolunk, minden nap elmegyünk a boltokba. Ugye ez az elmúlt napokban egy fontos téma volt, szinte minden hírforrás hozta, hogy az infláción belül ugye az élelmiszerinfláció milyen magas. Az ellenzéki vélemények ugye azonnal megjelentek, hogy az áfát vagy el kellene törölni, vagy egy csomó élelmiszer esetében mondjuk 5%-ra kellene minimalizálni, és ugye az az ársapka, ami néhány élelmiszeren van, az végzetes, az nem jó. Azt szeretném kérni az uraktól, hogy fejtsék ki az ezzel kapcsolatos véleményt, hogy mondjuk az infláció, vagy azon belül az élelmiszer inflációért milyen intézkedés, hathatós intézkedéseket lehet tenni. Hát én azzal kezdeném, hogy nem emelnék adót, úgy, ahogyan azt tette a kormány az elmúlt fél évben, és hogy tervezi is. Halljuk. Elmedik? Jó. Még kérünk rá akkor még hangot, hogyha elnök úr úgy... Ha hallható, akkor teljesen jó. Ugye megemelték a népegészségügyi adót. Ez értelemszerűen a fogyasztóknál fog a végén realizálódni. Megemelték a gyógyszergyártókat terhelő adókat. Magyarországon 1,5 millió olyan honfitársunk van, aki rendszeresen szed gyógyszert.
A véravadás gátló gyógyszerek ára októbertől nagyjából a 4,5-szerese lesz. Megemelték az idény munkadíját, megemelték az alkalmi munkadíját. Bocsánat, elnök úr, az élelmiszer ez minden egyes adóemelés be fog épülni az árakba. Tehát épp olyan, az extra profit adó nevű szörnyszülemény, ez olyan, mint a sózott só vagy a cukrozott cukor. A profit az extra. Olyan nincs, hogy extra profit. És minden egyes adó nem, amit a kormány kivet, az a nap végén a fogyasztókat, tehát önöket, minket, akiket itt ülünk fog terhelni. És ez realizálódni fog az élelmiszer árakban is. Tehát a megoldás az, hogy nem kell adót emelni. Nem kell adót emelni. Ezt állt akkor az álláspont. Vannak olyan adónemek, amiket, hogyha nem vetünk ki, akkor a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig is fenntarthatatlan lenne. Tehát a helyzet az az, hogy ma a bankok, döntően a MOL, mint a legnagyobb regionális olajipari multi, olyan plusz összegeket biztosítótársaságok fizetnek be a költségvetésbe, amelynek köszönhetően létre tudjuk hozni azt a rezsivédelmi alapot, amelyből ki tudjuk fizetni azt a jelenlegi napi ár szerint 300.000 forintos többletet, amiben a rezsicsökkentés értékhatáráig kerül a gáz és a villany. Tehát lehet nem adót emelni, csak jelzem, hogy akkor ebben az esetben egy átlagos rezsiszámla nem 25.000 forint lesz, áram és gázt egymáshoz adva, hanem 320.000 forint. Én nem javasolnám ezt az utat. Másrészt pedig szeretném csak jelezni elnök úrnak, hogy érdemes lenne a Momentum programját kijavítani, mert abban 12%-os egységes áfa tartalom van, tehát a két áfa kulcsot, az 5-öt és a 18-at egységesíteni kellene. Ez éppen a legalacsonyabb és szociális szempontból legfontosabb termékek áfáját növelné meg jelentősen 7%-os áfával, tehát egy programjavítást javaslok abban az esetben, hogyha a Momentum nem az adóemelés pártja. Hogy visszatérjünk a rezsire, ha már szóba hoztam. Ez elfogadja elnök úr ezt, hogy érdemes kijavítani ezt a Momentum programját, hogy ne emeljék meg az a Momentumnak legutóbbi önálló programja az 2018-as, azóta 4 év telt el, értelemszerűen nekünk revidiálunk el az elmúlt 4 évben történtek ezt képest a programjainkat. De ezt, ha már a rezsiről beszélgettünk, és a rezsi árakról, a rezsi árnak jelenleg, a rezsim van egy áfa. De amúgy kijavítják? Most, hogyha visszamegy, nem tudom én, majd beszél a pártársaival, akkor... Revidiálni kell minden olyan programot, ami 4 évben idősebb. Gondolom a folytatjukat is gondolom revidiálni fogják, hiszen ezt tegyük hozzá. Én kis sikerekkel is beérem. Azt tegyük hozzá, hogy azért volt olyan párt, ami azzal indult neki, hogy folytatjuk, ezzel szemben a Momentumnak egy több mint 360 oldalas szakmai programja volt. Igen, igen, de elnök úr, amikor megválasztották önt, azt mondta, azt nyilatkozta pár nappal később, hogy ön egy megoldó ember lesz, tehát akkor ezt is nyilván meg fogja oldani. Amit sajnos nem tudok megoldani ellenzékből, az a rezsi árak, hiszen az kormányon kéne lenni. A rezsi áraknak jelenleg egy jelentős része áfa, a másik jelentős része pedig a rendszerhasználati díj, amit most emeltek meg a többszörösére. Na ezzel például nagyon könnyen lehetne spórolni a magyar embereknek, hogyha a rendszerhasználati díjat nemhogy nem emelnék meg, hanem mondjuk csökkentenék, miniszter úr. Még egyszer mondom, hogy ezeknek a kijelentéseknek azért nem látom sok értelmét, mert pillanatnyilag, hogyha a piaci árat, amiről egyébként az baloldal több képviselője, aminek a szükségességre a baloldal több képviselője beszélt a választási kampányban, azt rángedjük a magyar lakosságra, akkor ha az áfát, mondjuk, hogy megszünteti az áfát, 0%-os lesz áfa, akkor nem 25.000 forintot fog egy átlagos fogyasztású háztartás fizetni a rezsiért, tehát az áram és a gáz áráért egy hónapban, hanem mondjuk áfa nélkül 250.000 forintot. Szerintem vitassuk meg, melyik a jobb. Én úgy gondolom, hogy az a jobb, ha 25.000-et fizetnek, önök áfa nélkül, de a piaci árak érvényesítésével mondjuk fizettetnének 250.000 forintot. Én a mi megoldási javaslatunkat ajánlom a magyar választópolgárok figyelmébe, akik úgy látom, hogy ennek megfelelően jól is döntöttek idén áprilisban. De bocsásson meg, hogyha az az állítása, hogy adóemelés elkerülhetetlen, akkor miért mondták azt tavasszal, hogy nem lesz adóemelés? Miért mondták azt, hogy ha az ellenzék nyerne, akkor itt minden is lesz, el fog szabadulni a pokol. Ennek ellenére most azt látjuk, hogy önök vannak kormányon, és rezsit emelnek, adót emelnek, gyakorlatilag minden szektornak megemelik az adóját.
De akkor most nem mondtak igazat, vagy azért, akkor? Azért mondtuk azt, hogy az ellenzék adót emelne, mert szintén az önök programjában van benne, az, hogy az SZIA-nak a 18%-os kulcsát, azt 500.000 forint fölött fel kell emelni, hogyha jól emlékszem, akkor 25%-ra. 15%-os kulcsát fel kell emelni 25%-ra. Ez ma az magyar átlagbért keresőknek 10%-os SZIA-emelés. Nem emeltük meg az SZIA-t, fogyasztási típusú adókat pedig azért nem érdemes csökkenteni, ezt is sokszor elmondtuk, mert az a kereskedő haszna lesz. Nézze meg, szintén elég csak a szövetségeseihez fordulni, amikor Gyurcsány Ferenc 25-ről 20%-ra mérsékelte az áfát, és még áfa kommandókat is úgy gondolt, hogy kiküld az áruházakba, akkor valós érdemi árcsökkenéssel ez nem járt. Már csak azért sem, mert ők valóban, az önök szövetségesei valóban azt csinálták, hogy a választás után rögtön vissza is emelték 25%-ra az áfát, biztosan biztos. Tehát én csak azt szeretném jelezni, hogy vannak fogyasztási típusú adók, ott az államnak lehet plusz bevétele szert tenni egy válsághelyzetben, azt is szeretném jelezni mindenkinek, nehéz helyzetben, mondjuk egy válsághelyzetben vagyunk, de mi azokat a jövedelem ehhez kapcsolódó adókat nem növeltük, hanem csak és kizárólag csökkentettük az elmúlt években, amelyek a legfontosabb. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz helyzetünk van, körülbelül 6-7 percünk marad, és muszáj beleférni ennek a kérdésnek is, és az elköszönésnek is. Paks 2, ugye a héten hallottuk, hogy a létesítési engedélyt megkapta Paks 2. Ez akkor ugye azt jelenti, hogy az azzal kapcsolatos munkálatok elkezdődnek. Ugye, ami a zöld politikát, energiapolitikát illeti, pro-kontra véleményeket hallunk, azzal kapcsolatosan, hogy atomenergiára, atomerőműre szükség van Magyarországnak, Európának, bárkinek. Önök most hogyan látják ezt? Megvan a létesítési engedély, az unió vezetői úgy döntöttek, hogy a zöld energiák közé sorolják most már az atomenergiát, ezzel viszont a Momentum drukkol-e esetleg azért, hogy Paks 2, ha nem is drukkol, de elfogadja ezt, hogy Paks 2-nek így tényleg meg kell épülnie. A Momentumnak az álláspontja mindig is az volt az atomenergia kapcsán, hogy az atomenergia jó. A gond az, hogy oroszok építik orosz hitelből. Na, az nem jó. Nem beszélve arról, hogy ezenek a hitel felvételnek a körülményei államtitok. Miért államtitok ez? Én azt gondolom, hogy olyan helyzetben, amikor az orosz fél egy agresszív háborút visel a szomszédunkkal szemben, akkor erősen elgondolkodható, hogy akarunk-e mi egy ilyen országgal bármilyen módon szorosabb együttműködésre törekedni. A paksi atomerőmű fontos, az atomerőmű jó, klímabarát, de nem zöld. Igen, ez most miniszter úr kicsit felhúzta szemöldökét, ez létezik. A mi álláspontunk az, hogy ezt ne orosz hitelből tegyük meg, és lehetőleg ne orosz technológiával. Hogy találjunk egy közös pontot, a mi álláspontunk is az volt, hogy, és ezt Brüsszelnek is jeleztük, úgyhogy az ott lévő jelentős képviselet tekintettel, ezt közösen is képviselhetjük, hogy van egy hitel része is a helyreállítási alapnak, mi szívesen lecseréljük az orosz hitelt Európai Uniós hitelre, tehát ezt mi a bizottságnak jeleztük, hogy ha van rá nyitottság, akkor meg is fogjuk tenni. Az oroszokkal kötött hitelszerződés azt hiszem azért is előnyös, mert bármikor bármilyen más hitellel kiváltható. Most ha paksot akarjuk fejleszteni, akkor nem nagyon van más, mint az orosz technológia, mert az első két paksi blokk is orosz technológiával épült. Ha máshol, mással akarunk építetni, ez lehet, de akkor az 10 évvel később fog elkészülni, legalább 10 évvel később fog elkészülni. Azt látni kell, hogy Magyarországon az áramellátást azért tudjuk a jelenlegi helyzetben is garantálni, mert paks van. Örülök annak, hogy ezek szerint a baloldali összefogás pártjai közül a Momentum azok közé, a józan pártok közé tartozik e tekintetben, akik az atomenergiát támogatják. Hozzátéve, hogy semmilyen klímaegyezmény nem hajtható végre atomenergia nélkül, és látjuk, hogy mondjuk a németeknél, ahol vita van arról, hogy azt a 3 atomerőművet, ami még működik, kivezessék-e, vagy meghosszabbítsák legalább néhány évvel a jelenlegi válságos helyzetben a működésüket, hogy akkor a szenet kell visszahozni. Hát, ha valami nem környezetbarát, akkor a szén az egészen biztosan nem az. Tehát az atomenergiát nem egyetértünk. Lehet biztosan mással is, hiszen dél-koreaiak, franciák, amerikaiak is tudnak atomerőművet építeni, akkor az nem paks, nem paksnak a kibővítése, valószínűleg ennek megfelelően égesen drágább is, és 10 évvel később készül el. Ez pedig azzal is fog járni, hogy abban a 10 évben a magyar lakosság az áramért 2-3-szor annyit fog fizetni, hiszen ezt racionálisan nem érdemes vállalni. Nagyon szépen köszönöm. Még egy gyors reakció, ha megenged, miniszter úr, még jobb lett volna, hogyha ezzel egy időben mondjuk engedélyezik a szélerőművének a telepítését, hogyha nem gátolják a napelemek elhelyezését, és hogyha az elmúlt 12 évet azzal töltik, hogy a lakóingatlanokat szigetelik,
és akkor valószínűleg sokkal, sokkal kevesebb energiát fogyasztana most a magyar lakosság, sokkal kevesebb lennék kitéve az oroszoknak, mint most. De a napelemeknek nem, hogy nem gátoltuk az elterjedését, hanem a legnagyobb uniós támogatást fizetjük, úgyhogy még nem is kaptunk az uniótól pénzt rá azért, hogy minél több napelemet lehessen letenni, és ez még az energiaválság előtti döntés volt. Tehát szeretném jelezni, hogy napelem ügyben a kormány lelkiismerete tiszta. Az a baj, hogy bár akkor, amikor és ahol és ahogyan elhangzott, úgy Csurka Istvánnak volt igaza abban, hogy a szakértelem bolsevista trükk, mert a 90-es évek elején a kommunisták voltak csak a szakértők, de azért ez teljesen mégsem igaz. Tehát lehet napenergiát fejleszteni, de a napenergiához kiegyenlítő áramot kell venni, mert a nap nem süt mindig. Pont másfél. Pedig például atom lehet, vagy pedig külföldről kell megvenni. Köszönjük szépen, pont másfél percünk maradt. Tényleg itt menet közben ugye elhangzott egy Facebook poszt, idézett Gyurcsány Ferenctől, hogy végetek van, mi meg készülünk. Ugye megszületett rá a rövid válasz, és Kocsis Máté írta ki azt hiszem azt, hogy készülünk a készülőkre. Nem tudom, hogyha már kampány van, akkor hogyan készül mondjuk most a Momentum, vagy együtt, vagy külön? Nézd, én azt gondolom, hogy téves azt mondani bármelyik politikai erőnek, hogy holnap kormányváltás lesz, mert nem lesz. Tehát azok a politikai elemek, adott esetben most Gyurcsány Ferenc, aki azt állítja, hogy ő készül, jelentsen ez bármit is, egy árnyék kormány, vagy tudom is én. A modernkori magyar történelemben nem nagyon volt, sőt nem volt előrehozott választás. Ki tudja, hogy lesz-e ebben a ciklusban. Amilyen szociális válság elé nézünk, még az is meg lehet. Amit a Momentum tud tenni, és szerintem tennie is kell, az, hogy a kormány helyett megteszi azt, lemegy a vidékre, elmegy vidékre, és beszélget az emberekkel, és segít nekik abban, hogy miként tudnak pályázni többek között olyan pályázatokra, amik az ingatlanjaiknak az energiafelhasználását csökkenteni tudják. Ez a videó. Köszönjük. Miniszter úr még egy gyors reagálást is tehet. Én helyesnek tartom, hogy Momentum ezt teszi. Na, szuper. Nem láttam. Mondjuk én nem láttam, hogy a srácok itt körülöttem integetnének, hogy vége van a beszélgetésünknek, de körülbelül még pont annyi időnk van, hogy elköszönjünk. Nagyon szépen köszönöm egyébként a vita partnereimnek, hogy itt voltak. Nem tudom, hogyha szeretnének a jövőben beszélgetni, vitatkozni, akkor erre tényleg én magam is lépéseket teszek, hogy ez ismétlődjön meg. Akár itt, akár más csatornán, nem tudom, én ezt majd önökre bízom. Én tavaly is itt voltam, akkor választásra. Nagyon örülök, hogyha mondjuk a tél folyamán, amikor megérkeznek a rizsiszámlák, mondjuk január magasságában, hogyha folytatnánk ezt a vitát, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akkor milyen lesz miniszter úrnak a valóságérzékelése. Jó, hát lehetőséget keresünk majd. Én nem mondjuk, majd a szervezőket megkérjük erre. Mindenesetre köszönjük szépen önöknek, meg köszönöm szépen önöknek, hogy itt voltak, akik nézték a közvetítést, akik majd a későbbiekben is nézni fogják ezt a vitát.